A test szenvedése a test halálával megszűnik. De akinek a lelke szenved, mert nem kap táplálékot Istentől, a test halála után örökön szenvedni fog. Hogy miért örökön? Azért, mert a test halála után megszűnik az idő, és kezdetét veszi az örökké valóság. Fájdalmas látni, hogy sokan a lélek fájdalmát a test örömeivel próbálják csillapítani, leplezni. Szemet hunyva ama tény fölött, hogy egy napon nem lesz többé test, amivel a lélek fájdalmát elrejthetnék. Neked talán ma még nem késő az igazi doktorhoz fordulni, akinek hatalom adatot arra, hogy meggyógyítsa a lelkedet. Ezt mondja Jézus, az élő Isten fia. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok nektek. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.